Már birtokba is vették a biciklisek a Palotai út menti kerékpárutat. Ha végigtekerünk rajta, egészen Iszkaszentgyörgyig juthatunk. Igaz, erre még pár hetet várni kell, ugyanis még csak az új Csóri útig tartó szakasz használható. A munkálatok időben befejeződtek, bár a feladat többször is kihívás elé állította a kivitelezőket. A tervek azok 2009-ben készültek, de ezeket felül kellett vizsgálni, helyszínre adaptálni, megvizsgálni a lehetőségek között a szűk keresztmetszeteknél, például a Palotai-túl buszmegállónál, illetve fönt a Volt Közúti Székház melletti szűk helyeken ezen az átvezetése, illetve azoknak a fáknak a megtartását a parkon belül, amerre a város azt mondja, ezek próbáljuk ezeket megtartani. Hamarosan a Gaján is áthaladhatunk kerékpárunkkal. A Szociális Város Rehabilitáció programjának részeként beadtuk a pályázatot a Gaja Kerékpáros Gyalogos Hídra. Tehát én úgy gondolom, most fog teljessé válni az egész. Az iszkaszentgyörgyieknek azért fontos a kerékpárút, mert mostantól biztonságban juthatnak egy biciklivel Székesfehérvárra. A kerékpáros forgalom korábban is megvolt, de a közúton zajlott, ahol az iszkaszentgyörgyi kőbányának a kamionjai is közlekednek, tehát nagyon balesetveszélyes volt, és így gyakorlatilag, hogy a közútról le tudjuk vinni a kerékpáros forgalmat, így védjük a kerékpározók életét, biztonságát. A kerékpárút hivatásforgalmi céllal épül, de várhatóan a turisztikai használat is megjelenik rajta. Vértes kötődik össze a Velencei-tóval, mint egy 37 kilométeres kerékpárúton, és azt gondolom, hogy ez már a turistákat és az ide látogatókat is egy fantasztikus biciklizésre csábíthatja a jövőben. Törő Gábor szerint hatalmas jelentősége van a kivitelezés megvalósulásának. Megkönnyítjük a lakosság dolgát, hogy ne csak gépkocsival, autóbusszal, hanem akár kerékpárral is eljusson Székesfehérvárra. A fejlesztés eredményeként újabb 3,4 kilométerrel bővült Székesfehérvár kerékpárhálózatának hossza, ám a városvezetése szerint a beruházásoknak ezzel nincs vége. Beleértjük ez alatt a Velencei-tóval kapcsolatos kerékpárút fejlesztési terveket, a Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztési terveket. Azt gondolom, mind a kettőben fontos lenne, hogy Fehérvárt be tudjuk kapcsolni. A projekt mintegy 170 millió forintba került, megvalósítására 143 millió forint uniós támogatást nyert a város. Ennek köszönhetően pedig immár 37 kilométernyi kerékpárút szeli át Székesfehérvárt.